középiskolám az ilyen szempontból egy teljesen áldásos közeg volt. Nagyon-nagyon sok munkát fektetett bele az egész tanári gárda abba, hogy egy elfogadó közeget építsünk fel. Szóbeli, úgymond incidens volt. Néha egy-egy megjegyzés így elröppent a tanulók között egymás között, ami azért felhívta arra a figyelmet, hogy lehetett volna még javítani a helyzeten. Volt egy évfolyamtársam, folyamatosan kereste rajtam a fogást, kibeszélt a hátam mögött. Hozzáteszem, hogy nem csak diákok részéről, hanem például tanárok részéről diákok felé is volt ilyen, ami azért mondjuk így, amit hallgatni nekem is kellemetlen volt. Például akkor, amikor az olyan fiúkat az osztályban, akik esetleg túl igényesen öltözködtek szerintük, amit úgymond már így szinte a nőiességgel vontak párhuzamba tanárok, és akkor emiatt tettek rájuk megjegyzéseket. Egyszer-kétszer volt, hogy belém jöttek esetleg, vagy egy kicsit durvábban beszóltak volna nekem. Az osztályfőnököm volt az egyetlen tanár, aki elsők között elfogadott engem, tehát nem másként tekintett rám, és osztályfőnököm így a hátam mögött kiállt értem. Inkább úgymond a viccelődés szintén nyilvánult meg, de azért ez sokszor én is úgy éreztem, hogy bántó és nem kellene. Nem is igazán foglalkozott vele a vezetőség, nem szerveztek olyan jellegű érzékenyítő programokat, amik javítottak volna a helyzeten. A program volt például az egyik tolerancia napon volt egy nyitott könyvtár. Ugye egy külsős szervezet, azt hiszem valahogy így is hívják őket. Ők szerveztek egy olyan beszélgetést, ahol mindenféle emberrel lehetett beszélgetni. És itt teljesen nyitott volt a kör, akár LMBTI szülőkkel, akár a harmadik világbeli országból bevándorolt emberrel, akár siketekkel, vakokkal lehetett beszélgetni. Tanárokkal, illetve osztálytársakkal is akár kapcsolatról tudtam beszélni. Egymás között zajlott, azok inkább egy-egy elejtett poén vagy olyan megjegyzés volt, amiben lehetett érezni az előítéleteket. Nem volt konkrétan olyan tapasztalatom, mikor valaki tényleg nyíltan kiállt volna mondjuk egy osztály előtt, vagy egy nagyobb közösség előtt valamelyik társáért. A gyerekeket már egy nagyon-nagyon fiatal kortól elkezdték egy gondolkodó közegbe belehelyezni, ami szerintem az elfogadásnak, az együtt gondolkodásnak az alappillére. Hát a diákok nyilván otthonról is hozzák a saját családjukból a mintákat, illetve sokan pedig nem is beszélnek ilyen témákról a családjukban, hanem egymástól szereznek információkat, és ezek sokszor tévesek, és emiatt is lehet. Zárkózottak az emberek, és információhiányuk van. Abszolút a tapasztalatoknak a hiánya. És ennek a változtatására tényleg csak az a módszer, hogy az emberekkel megismertetni, vagy platformot nyitni arra, hogy megismerjék az emberek a másféle embereket. Legelterjedtebb, hogy most már szerveznek azért különböző szervezetek, érzékenyítő programokat, akiket meg lehet hívni például iskolákba. Én csak ugye az a kérdés, hogy mennyire figyelnek oda erre a diákok, mennyire veszik komolyan. Más lehetőségei vannak a diákoknak is, illetve a tanároknak is. Nyilvánvalóan akarni kell a dolgot, félre söpörni nem, mert úgyis előbb-utóbb újra elő fog kerülni valamilyen úton, módon. Tehát az ilyen kis közösségekben akarva akaratlan egy idő után elindul egy beszélgetés. Itt igazából az egyik legfontosabb, hát hitvallás, ami a saját részről bejön a történetbe, hogy kell egyféle nyitottsággal állni a dolgokhoz, akár egyik, akár másik oldalról, és bele kell márni állni néhány helyzetbe. Tehát, hogyha valaki oda jön, kérdez, akkor válaszolni neki. A tanár már azzal tud valamit tenni, hogyha csak egyszer, vagy akár ritkább alkalmanként így összehívja az osztályát, és akkor beszéljen velük. Hasznosabb lehet, hogyha akár mondjuk egy osztályfőnöki óra, vagy egy iskolai tematikus nap keretében szerveznek
ilyen jellegű programokat, amikor tényleg az egész osztály jelen van, és a megszokott osztályközösségen belül foglalkoznak ezzel, illetve ott ismerik meg egymást közelebbről. A legfontosabb az a tanár, illetve a diák számára is, hogy nyitott legyen. Egy akár tájékozatlanságból fogadó kérdésre nem rögtön úgy tekinteni, mint egy inzultusra, hanem próbálni az adott embert egy kicsit felvilágosítani a témában. Ha van egy ilyen ember, akkor az neki hogy esik, tehát hogy lelkileg vagy akár fizikailag ez őt hogy érinti, mennyire fájhat neki. Ez meg a diáktól függ, hogy most erre egyáltalán vevő-e. Mindenképpen érdemes a tanárokat is bevonni ebben, amúgy biztos, hogy tudnak olyat találni, aki melléjük állna ebben és aki segít. Kérdeztek, és aki pedig érintett volt, az pedig válaszolt. És ebből tényleg egy tök jó kommunikáció elindult. Mert az sokat ért, hogy elmondhattam, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak korábbról, mert így is úgy is a beszélgetés az, ami a legnagyobb erőt adja az egészben. Mert a szónak nagy ereje van.